Csepelenek advent második vasárnapja. Advent második vasárnapja azt jelenti, hogy közeledünk karácsonyhoz, és a várakozás egyre felfokozottabb az ember szívében. Ugye a várakozás arra, hogy eljön az Úr. Ugye a karácsonyi test léttel az inkarnáció ma is újra megvalósulhasson, hiszen erre készülünk, a keresztény világ ezt ünnepli, Jézus eljövetelére emlékezve az ige testi létterére. És egyszer mind jelenti azt is számunkra, hogy az egyre sötétedő nappalokban mégis világosság gyúlik. A világ világossága Jézus Krisztus a szívekben fényt gyújthat, és ez örömmel tölthetem mindannyiunkat, úgy gondolom. Advent második vasárnapja azt jelenti, hogy még két hét van hátra Jézus születéséig. Mi keresztény emberek vagyunk, és úgy érezzük, hogy akkor fogjuk méltón tudni karácsonykor, a karácsonyfa alatt megünnepelni a karácsonyt, addig nagyon sok jót teszünk, megpróbálunk tisztességesen viselkedni, segíteni a szegényeken, karitatív dolgokat érezni. Az ünnepi várakozás egyre jobban erősödik bennünk. Hogy érzi magát itt a Szent Imre téren? Nagyon szívesen hozom ki a gyerekeket ide. Szeretjük ezeket az ünnepeket, ahol egy kicsit őket is megerősítjük ezekbe a dolgokban. Mit jelent önnek advent második vasárnapja? Nagyon sokat. Nekünk a családnak, az erdei kvasznai családnak ez egy olyan fontos időszaka, amikor, ami már nálunk régen nem arról szól, amiről általában szól így az emberek között, hogy vásárlás. Tehát itt mi már régen túl vagyunk a vásárlási tülekedésen, és adventi időszakban tényleg inkább egy ilyen elmélyedés, ami jellemző nálunk. Nekünk valami ilyesmit jelent az advent, egy lelki felkészülést. Advent várakozás a karácsonyra, lélekben való megtisztulás, és felkészülés a szeretet ünnepére. Ilyenkor az ember különösen is odafigyel mind a családtagjaira, mind a barátaira, és próbál velük minél többet együtt lenni. Mindenkinek legyen jó a karácsonya, és mindenkinek legyen szeretet, eltele a szíve, és nem akarom, hogy valaki szomorú legyen karácsonykor. Jingle bells, 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 jingle bells
iskolás hogyan érezte magát Csepelen? Én nagyon jól éreztem magamat. Én a gyerekek között mindig. Annyira jó, jó, szuper. És általában mindig veszik. Hajlamosak arra egyébként a szülők, ha ott vannak, akkor visszafogják magukat, de ilyenkor aztán felszabadulnak és partnerek a játékba. Jók voltak a csepeli gyerekek? Hát majd ez ki fog derülni akkor, amikor az ajándékokat fogjuk osztani. Azért valamit megsúghat nekünk. Hát van, aki jó volt, van, aki kevésbé. Általában így szokott lenni a világon minden. Üzenem valamit a csepeli gyerekeknek és felnőtteknek. Az, hogy szeressék egymást.